Ugye ez egy szubjektív műfaj, tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, úgyhogy most engedelmükkel hadd jegyezzem meg, hogy aki első vendégem a mai műsorban, az nekem olyan 30 éves kedvencem. Volt egy időszak, amikor azt is megengedtem magamnak, hogy jó barátom, mert volt egy időszak az életünkben, ami összesodort minket a következő úrral. Müller Péter Sziámi, 62 éves énekes, költő, cirkusz és filmrendező, magyar-francia tanár. A 80-as évek alternatív kulturális életének meghatározó alakja, a Sziámi zenekar énekese. A Diáksziget, majd Sziget Fesztivál kitalálója. Volt a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője, a Diósgyőri Opera Fesztivál igazgatója, az Állami Operaház stratégiai igazgatója. 6 gyermeke van. Szerintem ez az egyik legfontosabb információról, hogy 6 gyereked van. Szia! Szia, hát az a kétségtelen a legfontosabb. Egyetlen pici dolgot hagy javítsak ki, minden nagyon stimmelt, ami nem szokás, mert annyira sok szólamú ez az önéletrajz, hogy... Hát ebben borzasztó nehéz besúszterolni valamit. Nem Diósgyőri volt ez az operafesztivál, ez a Bartók Plusz Nemzetközi Operafesztivál volt Miskolcon, és a színház köré épült, volt néha Diósgyőrben is előadás kétségtelen. Na így akkor helyre került ez is. Ebbe a sok mindenbe te véletlenszerűen keveredsz, vagy egy nagyon tudatos, én építő művész vagy? Na most tudnám elrontani a műsorodat. Tegyük azt. Mert hogyha kimondasz egy ilyet, hogy véletlen, akkor rögtön el lehet kezdeni arra beszélni, hogy van-e ilyen, hogy véletlen, és hogy ki miben hisz. Most nagyon röviden azt mondanám, hogy se a végzetben nem hiszek, se a véletlenben, a sorsban hiszek, hogy azt tapasztalom, hogy olyasmi működik. Tehát nem sújt le rád, nem az van, hogy zagyva, hanem ilyen játékos társ. Tehát én mindig abban megyek bele, amire kihív a sors játszani, hogyha olyan. Tehát így kerülök bele a dolgokba, és általában emberek miatt kerülök bele. Neked eléggé furcsa sorsod van az értelemben is, hogy igazából te von Haushaus nem Müller vagy, meg nem Péter nem. Vagy. De Péter vagyok. Hát most aztán már végképp, meg Sziámi, de akkor hogyan van ez a történet? Ezt megosztod velünk? Most tudnám másodszor elrontani a műsorot, olyan hosszú történet, hogy nem érnénk a végére. Én Vég Péter néven születtem, és Müller Péter 11-12 éves koromban fogadott örökbe, és azóta vagyok Müller Péter. És mennyire lettél Müller mellette? Tehát most kérdem ezt abban az összefüggésben, hogy Müller Péter nagyon sokak számára iránymutató az ő életükben, az ő sorsuk alakulásában, az ő mondatait idézik. Te is idézed? A mondatait is szoktam idézni, de azért sokkal többről van szó. Tehát, hogy mennyire lettem Müller, az nagyon sokan szokták mondani, hogy hasonlítunk. A gondolkodásmódunk, vagy az értékrendünk az több, mint hasonlít, az egy nagy találkozás volt. Tehát mikor mi összejöttünk, akkor nekem egy valamennyire kialakult, hát világképnek nem nevezném, de valami olyasmi volt, hogy ez egy kamasznál már illik, és ez egy nagyon nagy találkozás volt. Ezt se tartom véletlennek egyébként, ezt is sorszerűnek tartom. Olyannyira, hogy ugye az, hogy apa meg egy gyerek mennyire kerülnek jó barátságba, az esetleges. Tehát nem mindig látom azt, hogy a rokonaival a legjobb barátságban egy ember, nekem a családom a legjobb barátaim köre, és az úgy jön a számra, hogy édesapám a Müller Péter, valamiért mindig ezt mondom, és nem hiúságban, hanem egyszer így érzem, olyan édes. Nem csak a tanítómesterem volt, hanem nagyon-nagyon jó barátok vagyunk. Ami abban is megmutatkozik, hogy dolgozunk együtt. Tehát a mai napig én vagyok a könyveinek a szerkesztője, színdarabokat írtunk együtt. Egy darabig én voltam a kiadója, és ennél fontosabb az, hogy naponta találkozunk, mindent megbeszélünk, jóban vagy barátom. Általában nőttél fel gyakorlatilag a színházi világban, és lettél igazából mindig e körül, de igazából sosem csak ezzel foglalkozó művészember, gondolom én. Igen, én nagyon pici gyerekként már, tehát még mielőtt ő az édesanyámmal összeházasodott volna, mivel az anyukám is Madách színházi dolgozó volt, én ültem bent, emlékszem, például a Hamlet összes próbáját végigültem Gábor Miklóssal, amikor
Vámos László rendezte, és ez például meghatározó élmény volt. Szóval nekem ez a Szőke Herceg, aki ott gondolkodik, az egy életre fölrakta azt, hogy milyen az a hamleti alkat, amilyennek lenni kéne az, hogy jól lehessen csajozni, meg rakendolozni. Na most a jól lehessen csajozni, meg rakendolozni, az már egy másik korszak, az már az a korszak, ami a Müller Péter Sziámi, az alternatív művész, az alternatív Sziámi zenekar frontembere, szerzője, mindenese, és ez az alternatív jelző, ez voltak éppen azóta is ragadt hozzád, miközben mihez képes vagy te alternatív? Egyúttal kérdezem is. Nagyon jó kérdés. Én ezt az alternatívot, ezt soha nem nyaltam be. Tehát először is utálom azt a mindenféle szakadékot utálok, ami ma Magyarországon van, anélkül, hogy ezt megkérdezted volna. Egyáltalán nem azért, mert én ilyen nagyon közéleti gondolkodású lennék, hanem egyszerűen azért, mert szóval még ilyen bibliás ember sem vagyok, de hagyj idézzek. Szóval Krisztus azt mondta, hogy kétféle ember van, az egyik összegyűjt, a másik szétszór. Hát azt gondolom, hogy ez értékítélet is. Ugyanannyira utálom a kulturális szakadékot, amit talán nem is egy van, de az nagyon éles, ami nálunk a mainstream és az úgynevezett alternatív között mesterségesen ott van. Naponta tapasztalom a rossz jeleit és a butító megosztó jeleit. De most ez ráadásul nemzeti és alternatív is lett. Vagy mintha így is kitűnő, nem nemzeti színházként, hanem a nemzeti kultúra, meg az alternatív, vagy az a kicsit gyanús valamilyen más kultúra. Hát nézd, ennek azért vannak ilyen emblematikus ütközéspontjai, mint az El Simon László, aki ugye Kassák folyóiratot szerkeszt, és közben állami ember is lett egy időre. Ez egy nagyon skizó dolog lehetett, és gondolom így is élte át költőként, vagy nem tudom. Én nem erről beszélek, ez is marha fontos. Amiről én beszélek, az az, hogy normális országban a David Bowie, aki az a szerencsém volt, hogy háromszor fölléptünk együtt az életem során. És nagyon komoly idol nálam is, de mint szellemi lény komoly idol, és mint előadó is. Hát ő Amerikában azt eldönteni, hogy most mainstream vagy alternatív, ez a leghülyébb kérdés, ami létezik. Ott van egy ember, aki nagyon értelmes, nagyon mély, nagyon sokrétű mondanivalóval, Broadway felkészültséggel színpadon van, nagyon sokan szeretik, ha ő Magyarországon van, akkor tuti, hogy alternatív. Itt az olyan alterosok szeretik a Bowie-t. Ott meg nagyon mainstream, mert annyit ad el. Jelen pillanatban Magyarországon, ha megnézem mondjuk a Quimby zenekart, a Quimby zenekar a mondani valójában, a megszólalásában inkább alter, a Kis Tibi inkább egy alter figura, hiszen az átlagos életformához képest ő megélt szélsőségeket, és végig tud gondolni ilyeneket. Közben mainstream szinten van jelen a Quimby lassan, tehát nézőszámban, feldolgozások tekintetében. Én ennek örülök. Annak nem örülök, hogy ez az alternatív szó, ez bélyekként ott van, mert nem értik, akik használják. Én szerintem minden ember egy alternatív az összes többihez képest, tehát ennyiben vagyok én is alternatív. De mainstream is, vagy most fogok hozni egy példát ehhez, és akkor kicsit megerőszakolom a beszélgetést azzal, hogy belesodrom ebbe a mederbe. Én ezt kitaláltam ma hajnalban, őszintén szólva. Jó volt neked, föl volt. Ugye? Hogy van neked egy dalod, ami hát ilyen emblematikus dal a 80-as évek óta, ez a százbolha, egyszer jó, ezt szerintem nagyon sokan ismerik, szerepelt egy filmben is, a moziklipben, és annak a szövege az valami egészen döbbenetesen ül azóta is, vagy ül ismét a mai társadalmunkra. És én arra gondoltam, hogy ezen végig szaladnék, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról a mondatodról, hogy nem tudom eldönteni szívem, hogy hamburger vagy hotdog. Már tudod? Hogy tudom-e, hogy sushi vagy gyrosz? Kell ilyen döntéseket hoznunk? Aztán majd megyünk tovább, persze. Ugye ez úgy folytatódik, most a félmillió külföldi munkavállaló korában, ez a dal akkor 1980, hát nem is tudom. 4-5, én úgy szóltam. Az úgy folytatódik, nem tudom eldönteni szívem, hogy hamburger vagy hotdog, nem tudom eldönteni szívem, hogy itt rosszabb vagy ott jobb. Nem tudom eldönteni szívem, és nem is érdekel, és most már biztos maradok, mert tudom, hogy menni kell. Szóval ez, persze, hogy ez most is jelent valamit. Minden arhe,
Tehát minden arhaikus alapelem a gondolkodásunkban, vagy a genetikánkban, vagy az érzéseinkben az állandóan új és új jelentést kap. Tehát megint visszamegyek a Quimbyhöz, bár ez itt nem a reklámhely, csak nagyon szeretem, és a Tibivel most éppen egy közös számon dolgozunk a Baltazár Színház CD-jére. A legnagyobb Quimby sláger az úgy kezdődik, hogy most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Csak hogy ebben milyen ősmisztériumok vannak benne, az egyik az a mulandóság, az a legnagyobb misztérium az ember életében, mert itt válik teljesen mindegyé, hogy reinkarnáció vagy öröklét, ez miért legyek én tisztességes, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis, örök dilemma. A másik az az elengedés. Engedem, hadd menjen, mit tudom én, hogy mit, a dalból nem derül ki. Igen, de az elengedés az a legnagyobb tudomány. Tehát nem véletlen, hogy az édesapám, a Müller apukámmal először mi együtt a Mária Evangéliuma című színdarabban dolgoztunk. A Mária Evangéliuma az az anya misztériuma, illetve arról szól, az a Krisztus történeten keresztül, tehát hogy a Máriának mennyire nehéz lehetett elengedni a Krisztust, amikor tudta, hogy a halálba megy, az valahol leképezi azt, hogy mondjuk minden anyának vagy minden szülőnek el kell engednie a gyerekét. És ettől üt egy ilyen mondat egy dalban. És a százból, ha is ettől, a mai napig játsszuk. Nem a Sziámival, mert amikor meghalt Gassner János kollégám, akkor azt mondtam, hogy ilyen nevű zenekar nem lesz. Most Ed Frenc névem játsztok, tehát Müller Péter és barátai. Igen, és ez le is képezi azt, hogy ez hogy jött létre ez a zenekar. Nem nagyon akartam már zenekart csinálni. Zenéltünk barátaimmal, mindig a Szigeten az áróbulit, azt úgy hirdette meg a Sziget, hogy Müller Péter, Sziámi és barátai, angol nyelvű műsorfüzetben And Friends, és amikor azt érte, mindig mások, hol a Szakcsival, hol a Kis Tibivel, hol a Bércesi Robival, hol az Odettel, aki éppen vendég volt, és egyszer csak ott volt mögöttem egy zenekar, tehát éreztem, hogy ez nagyon jól szól. És barátok voltak. Nem véletlen, mert a fele az Európa kiadóból jött, a másik fele a Sziámiból volt, aki az Anima Sound Systemből. És ez most együtt maradt ez a zenekar, ez az And Friends. És 7 év után készítettünk is egy CD-re való új anyagot. Nagyon-nagyon örülök, hogy könyvvel együtt fog megjelenni. Ez a CD dolog, ez biztos te is érzékeled, mi zenei tévében dolgoztunk együtt, és ezt nagyon nyested ezt a műfajt. Mármint a könnyű zenét. Tehát ez, hogy CD-t csinálni, az lassan értelmetlenné válik, szóval egy számonként vannak a dolgok. Az nem baj, én nagyon ilyen dalokban élek, én ilyen songmaker vagyok, tehát nekem egy dal az nagyon nagy dolog. Mai napig nem értem, ha te érted, akkor mondd el, hogy van ez, hogy egy ilyen 3-4 perces, szubtilis anyagból készült valami, az akkorát tud ütni a világba, hogy egyszer csak mindenki arra figyel. Ez nagyon izgalmas, miért van így. Tehát, hogy egy dal a fontos, de most lett mégis egy CD-nyi anyag, és mi úgy fogjuk ünnepelni április 4-ét, elszabadulásunk drága ünnepét, hogy ezt be is mutatjuk az A38-on, lesz lemezbemutató, és nagyon örülök, hogy az utolsó pillanatban jelentkezett a Kossuth kiadó, hogy ezt kiadnak egy szövegkönyvvel együtt. Tehát egy dalszövegkönyv és benne a CD, ez egy nekem nagyon fekvő forma, és nagyon készülünk erre. Téged nagyon sokan költőként tartanak önmagában a dalszövegeid által nyilván, tehát nem kellett verset írnod ahhoz, hogy költőnek nevezzenek, azt mondják, hogy a szövegeid a költemények, amiket magadnak írtál, azok rólad szólnak? Mennyire tudtál ellépni önmagadtól? Tehát most, ha maradunk ennél a százbolhás példánál, tehát a menni kéne, de maradni muszáj érzés, ez te vagy? Az akkor aktuális volt. Tehát akkor, amikor ez a dal született, akkor nagyon konkrétan az történt, hogy el kellett hagynom az országot. Tehát az egy ön és közérzeti dolog volt, tehát akkor már annyit kergetett a rendőrség, és annyira világosan megmondták, hogy vagy, hogy én akkor hát 6 évre Hollandiába kellett, hogy költözzek. De ezt nem lehetett tudni, mert a forgatás egy icipicit még hazaszöktem. Tehát ha megnézed a klipet, azért ott főleg majd a Tarján Györgyi meg a Gassner János lesznek. Két szám is bekerült a moziklipbe, a másikban, mi már leszoktunk róla, azt hiszem benne se vagyok. Mert nem voltam itthon. Ilyen rendesen, ilyen álló. De általában is beleírod magad a dalokba? Tehát ezek önéletrajzi alapokon álló dalok? Tehát, ha valaki Müller Pétert hallgat, akkor Sziámiként, akkor
az életedet hallgatja? Na most tudnám harmadszor elrontani a műsor. Szóval, hogy ki az az én? Ki, te benne vagy? Te most... Érted? De nem ragozom tovább, hogy ki az az én, és hogy kerül, mi az a költői én, meg borzasztó nagy témánál vagyunk. Borzasztó nagy témánál vagyunk, tehát erről lehetne, majd menjünk el egy kávéházba, és a gyerekeimet megírtad a dologban? Nem csak, hogy a gyerekeimet írtam meg a dologban, hanem tavaly megjelent egymás után két gyerekvers kötetem. Az egyik az a Kicsi nagy középső, ami igazából három gyereknek szól, és nem akartam ilyet csinálni, csak a Peti versmondó versenyre ment a suliba, és akkor amiket kijelöltek, azok nem voltak jók, és lehetett szabadon. És megírtam, az apukám kiskorában csibész volt, az iskolában kezdett verset, és akkor azt meg is nyerte vele a Peti a versenyt. És akkor utána meg karácsonyra, meg a Mi a jeled, az én óvodai jelekről szóló CD-s könyv volt. Tehát a gyerekeimmel így nem csak, hogy versben állandóan kommunikálunk, a Petya az talán két éves volt, amikor azt mondta, hogy három még biztos nem, hogy apa, írjunk egy verses könyvet. És írtunk együtt egy verses könyvet, az még fiókban van, az a cím, hogy a járművek élete, ezt ő találta ki. Hogy a gyerekek benne vannak-e a dalokban, amiket magamnak írok, hát akkor itt beszéljünk erről a határvonalról. Egészen más, hogy írok dalszöveget előadóknak, vagy mást csinálok akkor, amikor mondjuk egy musicalt fordítok, vagy musical dalt írok, sok ilyet csináltam, mint akkor, amikor írok egy olyan dalt, amiről azt gondolom, hogy ezt más úgyse fogja elénekelni. Abban jobban benne vagyok természetesen, de hát ezek szerepjátékok is sem, ezek a versírások. Tehát én azt tapasztalom, hogy egyszer csak mindenki rájön, tehát a legateistább is rájön, vagy aki azt mondja, hogy ő ateista, hogy a világ nem annyi, amennyi látszódik belőle. Na most, ha ez a sejtésed megvan, akkor már egy kicsit költő vagy. Hogyha rájössz, hogy az a kis aranyszál, ami a középponttal összeköt, az nem szakadt el, akkor már biztos, hogy költő vagy. És hogyha elkezdenek onnan hallható üzenetek jönni, és azokat lejegyzed, akkor vagy költő foglalkozásod szerint. Most ez velem nagyon hamar megtörtént, tehát te nem tudtam igazán teljesen ide születni, független attól, hogy mi is az a másik világ, ahonnan jövünk, vagy ahova visszamegyünk, és mondom, van ez a három alternatíva, hogy a lélek vándorol, vagy milyen a végén az öröklét, vagy pedig, hogy ennyi volt az egész, teljesen mindegy, én ezeket a dolgokat hallom. Ezek akusztikus dolgok igazából. Azt, hogy a Baltazár Színházzal hosszú évek óta együtt dolgozom, az egy karitatív tevékenység az életedben? A részükről igen, tehát hogy befogadtak feltétlenül. Vagy neked vált fontos-e? Ez egy valószínűtlen és sorszerű találkozás. Tehát én most néztem véletlenül azt a műsort, ahol Daunosokról beszélgettél a Daun Egyesület elnökével. Ez nekem ugyanolyan sorszerű és személyes élményem, mint ahogy a rock'n'roll a költészethöz képest. Egy picit még visszamegyek, mert az előző szakaszban ugye azt mondtad, hogy csak dalszövegek. Én titokban írom az első verses kötetemet. Rende, ami nem elénekelhető. Ezeket a verseket, amikből lassan egy vaskos kötet lesz, ezeket meg szoktam mutatni a költő barátaimnak. Tehát név szerint Kemény Istvánnak, Tóth Krisztinának és a Halmai Tamásnak, meg Vörös Istvánnak. Ők közvetlen költőbarátok. Ezt azért mondom, mert nagyon-nagyon örülök, hogy a dalszövegkönyvre ők írtak ajánlást, és nagyon pirultam, mert ott ilyen költőként említettek. És a Tóth Krisztina hozott össze engem a Baltazár Színházzal. Vele nagyon-nagyon szoros a barátság és a munkakapcsolat. És a Baltazár előadást én láttam már akkor, ez 7-8 évvel ezelőtt volt, és a Kriszta akkor írt nekik egy darabot, és valahogy lett ebből egy találkozó, és teljesen megdöbbentem, amikor az Erek Dóra, aki vezeti a Baltazár Színházat, azt mondta, hogy a következő darabba szeretné, ha én játszanék. Azért döbbentem meg, mert én ugye rendező vagyok a szakmám szerint, tehát színészt válogatni
az egy objektív dolog kell, hogy legyen. Én magamat objektíven nem láttam színészként. És meg is mondtam a Dórának, hogy azt gondolom, hogy én nem vagyok jó színész. De hát nem erre volt szükség szerintem elsősorban. Azt mondta, hogy erre a szerepre én kellek. Boldogan beálltam, és tehát, hogy hozzászólva a témához, tehát hol dölt el az, hogy nekem ott a helyem, vagy szeretnék ott lenni, ha bevesznek. Ugye egy színésznek sok szöveget meg kell néha tanulni, nekem is sokat kellett, és az első próbán belesültem, pedig azt hittem, hogy tudom a szöveget. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy a baltazárosok, és most nem hülyeskedek, a 70 oldalnyi szövegüket némelyik oda-vissza tudja. Tehát három olvasás után tudják, és rendesen visszafelé is el tudja mondani például a Balú. És azt találtam mondani, hogy jó, de hülye vagyok, elfelejtettem. Mire a Baltazár Színház 15 színésze kórusban, mintha begyakorolták volna a következőt, mondta. Péter, te nem vagy hülye, mi vagyunk a hülyék. És akkor azért nagyon elgondolkodtató pillanatot, túl az, hogy elbögtem magam, ami ritka, csak rossz filmeken szoktam sírni. És akkor megvolt a bemutató, nagyon-nagyon komoly színházi munka van ott. Tehát ami szóba került ott ebbe a dandos beszélgetésben állatok, ez a diszkrimináció, hogy fogja föl a társadalom, meg amiről most beszéltünk, hogy szakadék az alter meg a mainstream között. Mérhetetlenül föl vagyok háborodva, hogy a Baltazár Színházat, amelyik világszerte egy híres, a helyét megálló előadásokat termelő színház, egyszerűen valamiféle ostoba prüdériából esélyesként se veszik tekintetbe mondjuk a Poszton. Hogy ez egy olyan másmilyen színe, nem akarják kitenni a Baltazárt annak, hogy az ott megmérettessen a többiek között. Ezzel van a baj. A Baltazár Színház előadásai bárhol, bármilyen fesztiválon világon, nem kell, hogy az ilyen speciális fesztivál legyen, dobogósok. Tehát ez az én tapasztalatom. 7 éve ott vagyok színész, most volt bemutatónk. Nagyon-nagyon örülök, hogy ott lehettek. Meg április 4-én lesz lemezbemutatótok, And Friends, Müller Péter és barátai. Köszönöm, hogy ezt elmondhatjuk. És hát egy 30 éves felvétel meg most már nem először elindul, most egy kicsit beledézünk, ha már annyit beszéltünk a 100 bolhából, és bepillantást kaptunk a világodba, köszönöm. Én is köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Na hát akkor a 100 bolha.